Világkupa aranyak 1500 gyorsan, rövidpályás, EB bronz, 400 vegyesen, hatodik hely nyílt vízi úszásban a budapesti vízesvébén univerziádé bronz, és ezzel 2011 egyetemi sportolja is lett Gyurta Gergely úszó, az UTE sportolójával a tavalyi teljesítmények fényében 2018 kihívásairól is beszélgetünk. Szia, jó reggelt Jó reggelt kívánok! Hát az év egyetemi sportolója, így már biztosan utoljára, nem? Nem, még jöv, két év múlva, tehát a jövő éve évi Nápai Univerziádén még részt vettek, akkor leszek ugye legidősebb sportló, tehát az lehet az utolsó Univerziádé indulásom. Jelen pillanatban úgy tervezzük, hogy még szeretnénk azon is részt venni, hiszen óriási élmény volt a Taipei Univerziádé, tényleg egy kis olimpia érzését keltette bennem, Úgyhogy jelen pillanatban tényleg úgy néz ki, hogy még azt a nápoit is megpróbáljuk, és, és hát ott is szeretnénk jó eredményt elérni. A korban még benne leszel, de az egyetemet közben befejezted már? Igen, én abszolváltam, de most egy új szak is érdekli a fantáziámat, és lehet, hogy felvételizek egy mezőgazdasági mérnöki egyetemre, úgyhogy én szeretném most ezt, ezt az irányt is egy kicsit foglalkoztatni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogyha úgy van, akkor, akkor no. meg, Na, a kereskedelem és marketing szakon végezt, és akkor most a, az agrárium felé fordulna? Így van, igen, most valamiért nagyon foglalkoztatja a fantáziámat, hiszen én bevallom őszintén, hogy amikor abba a sportot, az úszást, én, én nem szeretnék úszodát látni, szóval nem szeretnék többet fölkelni korán, és inkább se irodába dolgozni, úgyhogy én inkább a természet fele szeretnék. A mondjuk például. A természet, a természet uh -huh. igen, inkább uh -huh. elfelé. tájok, erdők, szóval igen? Tehát igen, az az szóval... a friss levegő és a, uh -huh. és a környezet, tehát én én nagyon szeretem az állatokat, a, a környezetet, környezetvédelemmel is akár szívesen, szóval én inkább, inkább ilyesmi errefele, orientálódnék. Hát akkor azt hiszem, hogy nemleges -e a válaszod arra a kérdésemre, amit mindenképp akartam kérdezni, hogy elképzelhető, -e, hogy egyszer a testoldal a bátyádod dolgozol együtt a sportéletben maradva, nem képzelhető el. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy, hogy nem, nem foglalkoztat, de természetesen akármit hozhat az élet, szóval hogyha olyan lehetőségeim lesznek, nyilvánvalóan nem fogok nemet mondani. Én azt mondom, hogy azért különbözőek vagyunk ugye a bátyámmal, tényleg én azt mondom, hogy inkább a, a, természet az, ami jobban foglalkoztat. Megértelek. Egyébként róla Daniról most annyit tudni, hogy Pjongcsangban várja ugye az átadandó magyar érmet, sportdiplomata feladatait végezve. Az élsportolói jövőjéről te mit tudsz? Bevallom őszintén, nem, mi amúgy se szoktunk nagyon sportról beszélni otthon, tehát mi ugye azt az időszakot, amikor a úszadában vagyunk, abban a napi 5-6 órát, az bőven elég szóval amikor mi hazamegyünk, vagy találkozunk, vagy beszélünk, mi nem szeretünk ezekről a dolgokról beszélni, hiszen pont elég az, amit, amit ott eltöltünk, talán még sok is. Ö, én bízom benne, hogy, hogy még azt a Tokiói olimpiai ö, ö, indulási jogot kivívja és, és, folytatja, de, de én úgy gondolom, hogy senki nem ruhatja föl, hogyha Nathan azt mondja, hogy, hogy köszönjük szépen, elég volt, uh -huh. hiszen amit, elért, ö, amit el lehetett érni, azt elérte, és, és azt gondolom, hogy emelt fővel ö, kell, hogy, ö, hogyha olyan a szituáció, akkor azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen hiszen tényleg mindent letett az asztal, amit letetett. Az utóbbi két év nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, de, de tényleg a sportban ez mind előfordul, Lehet, lehetnek hullámölgyek, hullámhegyek, szóval ez mind, mind a sport része. Nem tudom, hogy mi lesz, én bízom benne, hogy, hogy, hogy együtt tudunk az, menni. Hogy még tudtok Igen. együtt felkészülni, rövidesen el fog dőlni, gondolom. Te viszont a decemberi EB Bronzad után milyen 2018-as folytatásra készülsz? Voltál már Tájföldi edzőtáborba, mész is majd még edzőtáborba, milyen lesz ez az év? Hát bevallom őszintén, hogy ez a rövidpelyes EB Bronz az számomra, illetve az edző stábonnak, ugye Felibának is egy óriási megnyug, megnyugvást adott, szóval én 2013-ban EB e, 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 e aranyat nyertem, és azóta ugye mindig pici múlottak a sikerek az, hogy újra érmes lehessek, és, és, most végre eljött, hogy én meg, bevallom őszintén, hogy sokkal nyugodtabb lettem. Nyugodtabban tudok készülni, és azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottabb lettem ezáltal is. Ö, az idei évben ö, Ugye Európa-bajnokság van, jövőben, világbajnokság, az már szinte olimpia éve, hiszen kvalifikáció van. Az idei évben én azt gondolom, hogy a, a nyílt vizet azt most egy kicsit háttérbe helyezzük, hiszen ö, ö, glasgow ba lesz az Európa-bajnokság, és hát elég hideg vízű, ö, az a, az a versenyhelyszín és hát én nem bírom a hidegvizet és meg is egyezik a időpont ugye, a medencés húszással is tehát most ez kivitelezhetetlen mind a kettőt egyszerre csinálni úgyhogy most a medencés húszás és 1500 gyors 400 es továbbra is a két főszám amin ugye Tokióba is szeretnék részt venni és hát ugye plusz egy versenyszámmal bővült az olimpiai részvételi jog hiszen 800 gyors is bekerült a Olimpiai programba, úgyhogy most már akár három, három számba is ki tudok jutni a Tokió Olimpiára. Hát ugye most már mi Tokióban gondolkodunk, hiszen már gyakorlatilag két év múlva, már Tokiói felkészülés van, és az lebeg a szellem előtt, hogy, hogy a harmadik Olimpiámra is sikerüljön kvalifikálni. Ez a hideg a glezgói víz kérdése, jól érzékelem, hogy a későbbiekben is fent maradhat, hogyha esetleg melegebb lesz a víz, tehát hogy a nyíltvízi úszás a szorú szorul a háttérbe azzal, főként, hogyha ez a 800 is bejön és három számos medencés úszó lesz? Ha? Igen, azért bevallom őszintén, hogy amikor a Rio Olimpiára nem sikerült kvalifikálnom nyíltvízre, akkor, akkor így tudatosult bennem, hogy akkor azt a nyílt vizet egy kicsit háttérbe helyezzük, hiszen soha nem jöttek olyan kimagas eredmények, amiket vártam, illetve vártunk, hiszen én egy viszonylag jó 1500 mondhatom magamat és, és ennek ellenére jól is edzek, szóval tehát az edzés munkámmal sincs probléma és mindig azt gondoltuk és azt hittük, hogy hogy 1500 gyors összefügghet a nyílt vízzel, valamilyen szinten nyilván összefügg, de valamilyen szinten nem, tehát egy teljesen különböző sportágról beszélünk, másfajta, ö, teljesen különbözik, szóval nem biztos, hogy jó 1500-ös lesz, a legjobb 10 kilométeres is és ö, ugye emiatt egy kicsit háttérbe helyeztük, de amikor ugye kidurult, hogy Balatonfüreden lesz a, a világbajnokság, akkor ö, nekem Balaton a szívem közepe, szóval hogyha nekem azt mondja valaki, hogy ö, hova mennék el szívesen nyaralni, én nem tengerpartot mondok, én Balaton, szóval nekem Balaton a, a világéletemben oda jártam nyaralni és azt mondtam magamnak, hogy akármi van, én szeretnék elindulni Balatonfüreden és szeretném ö, visszadni a Balatonnak azt a, azt a azt a gyönyörét, amit ő adott nekem, és, és szeretnék egy jó eredményt elérni, és azt gondolom, hogy sikerült is, hiszen világbajnoki hatodik lettem. Na, uh, nagyszerű uh, eredményt értek, el És hát ugye a leghosszabb verseny számban, 20 távban, igen, 25 km hát uh, nem volt egyszerű, háromszor már leúztam, és azt mondom, hogy ez a világbajnokság volt az eddig legnehezebb, amit átéltem 25 km km-en, szóval az az utolsó 400 méter, az kínszenvedés volt, és ez, csak imádkoztam, hogy érjek be, és egyáltalán végig tudja úszni, mert, mert, az a fájdalom, amit akkor éreztem, az, az, soha senkinek nem kívánom. Egyébként most, hogy megy a Pyeongchangi téri olimpia, a nyíltvízi úszás sokan emlegetik együtt a short a veszélyes küzdelmek, rugások, csípések, harapások, markolások, karmolások világába. A tietek valószínűleg még súlyosabb, mint a korcsiázoké, okay, nem? Igen, nem, nekünk abban a szempontból egy kicsit másabb, hogy hogy a víz alatt ugye nem látszik, hogy mi történik, nincsenek kamerák, szóval, szóval egy lasított felvétellen nem lehet esetleg kielemezni, hogy ki, hogyan, mit csinált. És bevallom őszintén, hogy mi férfiak azért egy kicsit jobbak vagyunk, de a női nyílt vízi úszók az az brutálisabbak és alattomosabbak. Szóval azért, azért a női sportolókat is megkérdezném erről, hogy ők el, mit tudnak ezzel, ezzel, kapcsolatban mondani, de hát azért nálunk is van egy-két olyan nem túl sport barát, illetve nem túl olyan dolog, ami, ami ugye a sportba nem férhet bele. Visszatérve a 2018-as célokra, Európa bajnokság Glasgow-ban, ha osztani-szorozni kell, hol lehetsz, melyik számodban lehetsz a legerősebb majd ott? Én azt gondolom, hogy mivel Európa bajnokság, így például 400 versen négy magyar sportoló kvalifikálhat. Ugye nálunk most a 400 vés megint a leg, egyik legerősebb versenyszám. Nagyon sokan pályázunk a olimpiai résztvevői pozícióra, ugye vagyunk elég sokan ahhoz, hogy akár érem közelébe kerülhessünk olyan a döntőben. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen az 1500 gyors az, ami azt mondom, hogy egy kicsit biztosabbnak tűnik, ott már meg is van a kvalifikációm, tehát ugye a szintidőm is megvan, és ráadásul azzal kezdődik a program, tehát 1500 gyors, 800 gyors, és a legutolsó napon a 400 vegyes. Én mind a három versenyszámban szeretnék ott lenni, és szeretném képviselni a hazámat és hát nem utolsó sorban döntőt is szeretnék úszni. Az hogy, az, hogy a többi magyar mire lesz képes, és mit tudunk akkor jelen pillanatban kiadni magunkból, az ugye most per pillanat nem tudjuk előreláthatólag, de, de teljes mértékben gőzerővel készülünk mind a három versenyszámra, és, és, és azt gondolom, hogy megfér mind a három együtt. Ha választanom kéne, akkor 1500 gyors és 400 vés, és akkor inkább a, a kettő között pihenek és a 800 gyorsot kihagyom, de természetesen ez függ a felkészülési állapotomtól is, tehát nagyon sok idő van még addig, ezért is kezdtük egy kicsit később az idei felkészülés, mert augusztus 3-tól 9-ig van a Európai és azért ez, ez a 8. hónapban lesz, és nagyon hosszú addig a felkészülés, nagyon észnél kell lenni, hogy az ember addig ne fáradjon el, ne fásuljon bele a munkába, hiszen azért én egy olyan versenyszámokat végzek, ahol ugye elég kemény edzésmunkát kell végezni, és hogyha folyamatosan az ember dolgozik, 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 akkor egy idő után azért bele fásulhat, és azért mégiscsak augusztusban van, úgyhogy nagyon észnél kell lenni a felkészüléssel kapcsolatban. És amint van idő, kifelé a természetbe. Igen, így van. Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.